A volt egy tanárom egyszer, nagyon-nagyon szerettem egyébként, nagyon jó tanár volt, de az akcentus az elég furcsa volt, mert egy magyar hölgyről volt szó, és hát úgy hallottam a magyaros akcentus, de nem baj, szerintem csak néhány szót amerikai akcentus lejtett ki, néhány volt, néhány skót akcentus benne, és emellé meg azt mondtam mindig egy cheers, ami ugye hát egy brit szó, és azt jelenti, hogy köszi. És akkor így nem igazán tudtam őt hova tenni. Úgyhogy most arról fogunk egy picit beszélgetni, hogy egy bizonyos szinten érdemes akcentust választani, de előbb beszéljük meg, hogy miért nem baj az, hogyha hallhatóan magyar az akcentusod, mint a gazdára. Én azt gondolom, hogy engem sokáig zavart, és igen, tudatosan próbáltam küzdeni ellene, és aztán rájöttem, hogy ez olyasmi, amire igazán büszkének kell lennünk, mert egy másik nyelvet beszélünk olyan szinten, szinte anyanyelvi szinten, és egyáltalán nem baj, hogyha megmutatkozik az anyanyelvben, a származon, igen. Úgyhogy most már abszolút nem zavar, és azt is tetszik, amikor ha új ismerősre találkozunk, akkor nem tudják eldönteni, hogy hova tegyék, és akkor kérdezik, hogy hát nem tudom, hogy kávé, talán a nevet... Nekem mindig New York van, hiszek az akcentusban, mert ott mindenki van. Igen, nekem mondták már, hogy biztos, hogy kanadai, akkor ugye, hogyha a nevemből, akkor lehet, hogy mégsem. Nagyon furcsa. Tehát ne szégyeljétek a magyaros akcentusotokat. Sajnos, hogyha nem gyerekkoratokban tanultok meg angolul, akkor valamennyi biztos lesz, nekünk is van. De azért egy idő után hát úgy érdemes választani a két fő akcentus közül. Persze, hogyha valaki ausztrál akcentus vagy skót akcentus szeretne, az egy picit nehezebb, de hát az se lehetetlen, főleg ha nyelvterületen él az életük. De ha nem éltek nyelvterületen, akkor érdemes választani a brit és az amerikai akcentus között. Már csak azért is, mert ugye vannak kimondottan brit szavak, és kimondottan amerikai szavak. Tehát szebb, egy nagy előrelépés, hogyha a kettő között különbséget tudsz tenni. Szerinted hogyan lehet az akcentust kiválasztani, vagy elmélyíteni? Nekem, amikor sok amerikai sorozatot néztem, akkor egy kicsit átváltott amerikaira. Igen. Igazából szerintem attól függ, hogy ki kell veszed magadat körül, és tényleg ez a tudatosság. Mindenképpen hogyha a nyelviskola anyag, tehát a nyelviskolától is függ, vagy akikkel beszélsz. Nekem nagyon sok külföldi ismerősöm is volt, és például a spanyol akcentusúakból is ragadt rám szerintem a kicsit pörgősebb R-betű változó szerinted. Szerintem megint csak a YouTube videókat fogom ajánlani, tehát hogy onnan is egy tök jó, tehát azt ki tudod választani, hogy na, ennek a csajnak olyan akcentus van, amilyet én szeretnék, és akkor őt hallgatod. Tényleg olyan az agyad, mint egy szivacs, tehát hogy amit sokszor hallasz, azt fogod akaratlanul is visszamondani, elismételni, illetve nagyon fontos, hogy meghallgatod, megállítod és elismétled, ez a read, listen, repeat, tehát nagyon sok olyan technológia, technika van, amit lehet alkalmazni. Nagyon fontos, hogy tudatosan figyelj, hogy ez az ember hogyan beszél, mit hogyan mond. Állítsd meg a felvételt és ismételd el utána pontosan úgy, ahogy mondta. Ez nagyon sok mindenki ilyen önérzetes, hogy hát úgy mondjam, mint ő, hát ez tök hülyén hangzik, de nehéz elengedni. Még valami eszembe jutott, hogy az online szótárakban is látod, tehát ott van az amerikai, illetve a brit verzió, amit meghallgathat. Érdemes meghallgatni mindkettőt, és egyébként szerintem amelyik fekszik meg, amelyik jobban tetszik, azt választani. Szerintem egyébként a magyar anyanyelvűeknek könnyebb az amerikai akcentus. Te mit gondolsz? Mert ugye te brit akcentus. Igen, ezt azért kérdezem. Nem tudom, tehát attól függ, hogy hol éltek. Aha. Tehát meg hogyha nem éltek húzamosabb ideig külföldön, vagy hogyha távol-keleten éltek, akkor általában az amerikai, attól függ, hogy mi a népszerűbb az adott országban. Igen. Nem tudom, én mindegyik tanítványomtól azt hallottam, hogy nekik az amerikai könnyebb, de hát a britet is meg lehet tanulni magyarként, csak hát az egy szép eredmény. Igen, az nem egyszerű. Jó, szerintem mindent elmondtunk. Igen. Reméljük, hogy hasznosnak találtátok ezt a tippünket, és hát sok sikert az az akcentusod kiválasztásához. Ha tetszett ez a videó, akkor gyere, és nézd meg a lejátszási listánkon található hasonló videókat. Nézd végig ezt a módszertani lejátszási listát, hogy hogyan fejlesz az angol tudásodat, vagy csatlakozz a Don't Panic Labhez, ami a vadonatúj programja a Don't Panic angolnak, és amivel felturbózod az angol tanulásod,
egyszerűen olyan módszereket kapsz, amit be tudsz építeni a mindennapi angolozásodban, olyan témákat boncolgatunk, mint hogyan tanulsz szavakat, és ezekre hogyan emlékezz, akár még évek múlva is. Vagy például érdemes-e szótárazni, vagy például hogyan tanulj angolul filmekkel, vagy hogyan olvas könyveket, hogy azok az angol tudásodat fejleszik. Szóval, gyere nézd be a Dontani Clubbe, hogy mi is ez az egész, vagy nézd végig a videókat ebben a lejátszási listában. See ya!